Tavaly nyáron elsőként számoltunk be arról, hogy a Mátra tövében található abasáron nagy mennyiségben tárolnak akkumulátorgyártásból származó hulladékot. A vegyszerszaktól bűzlő, veszélyes anyagokat paradicsomos hordókba tették, és az egykori szovjet laktanya raktáraiban rejtették el. A hatóság által megállapított környezetveszélyeztető állapotot azonban egy év alatt sem sikerült felszámolni, az egyébként Natura 2000-es besorolású területen. Pedig korábbi cikkeink hatására az illegális hulladéktárolást végző magyar vállalkozót, Karácsony Tibor Lászlót 100 milliós bírsággal sújtotta a Heves megyei kormányhivatal. Egy ekkora büntetés hatására joggal reméltük, hogy az illegális hulladék eltűnik a településről, de tévedtünk. Bár a kormányhivatal összesen 50 alkalommal szólította fel Karácsony Tibor Lászlót a hulladék elszállítására, ez nem vezetett eredményre. Annak ellenére sem, hogy az 50-szer kiküldött felszólítás minden alkalommal félmilliós végrehajtási bírságot is jelentett a vállalkozó számára. Idén nyáron pedig az abasári helyszínen azzal a megdöbbentő ténnyel szembesültünk, hogy a hordók száma nem csökkent, hanem inkább nőtt. A hordókon tavaly még olyan hamis kód volt feltüntetve, mely szerint a hulladék nem veszélyes. A hatóság azonban cikkeink megjelenése után megállapította a hulladék veszélyességét, ezért új kód feltüntetését írta elő. Csak hogy úgy tűnik, abasáron nem csak átcímkézik és lefóliázzák az eredeti hordókat, hanem újabbakba is pakolnak veszélyes hulladékot. Idén júniusban ugyan az abasári polgármester azzal a hamis reménnyel kecsegtette a helyieket, hogy megtörténik a környezetveszélyeztető állapot felszámolása. Kazsú Attila erről egy Facebook posztot is kitett, amihez fotókat is mellékelt. Megpróbáltuk megtudni a polgármesternél, hogy honnan kapta a képeket, és mit tud az ügyről. De kitérő választ kaptunk, mondván a helyszín magánterület, és az abasári önkormányzatnak nincs érintettsége az ügyben. A polgármester a környezetvédelmi hatóságot jelölte meg illetékesként. A Heves megyei kormányhivatal viszont csak újabb és újabb felszólításokat és bírságokat szabott ki. Az augusztus 12-i 50. végzés újra megállapítja, az abasári ingatlanon továbbra is nagy mennyiségben megtalálható a 19, 12, 11 azonosító kóddal jelölt hulladék. Értetlenkedtünk a hazai viszonyok között is meglepő késlekedésen. Megpróbáltuk megtudni, hogy ha valóban a nyár elején elkezdték a hulladék szállítását, azt mikor fejezik be? Közadatigénylésben nyújtottunk meg kérdést a kormányhivatalhoz, de 30 nap után sem kaptunk érdemi választ. Azt írták: a hulladékok elszállítása folyamatban van, amelyet a hatóság rendszeresen ellenőriz. A megállapított környezetveszélyeztetés szintje jelentősen csökkent, és folyamatosan csökken. A környezetvédelmi hatóság arról sem tudott beszámolni, hogy a raktár rendelkezik-e tűzvédelemmel. A helyszínen látottak szerint nem, holott ezek az anyagok rendkívül tűzveszélyesek. De az illegális raktározásért nem csak a megbírságolt Karácsony Tibor László a felelős. A vállalkozó ugyanis a Szentzsír Kft. Bátony terenyei üzeméből hozta el a hulladékot. Ez az a gyár, amelynek a szennyezés miatt tavaly augusztusban lezárta a működését a Nógrád megyei kormányhivatal. A felfüggesztő határozatban pedig kimondták, hogy a Szentzsír Kft. És Karácsony Tibor egyaránt felelősek az engedély nélküli hulladéktárolásért. Tekintettel arra, hogy az egyéni vállalkozónak átadott hulladékok tulajdonosa továbbra is a kötelezett maradt, a hulladék kezelésért a kötelezett és Karácsony Tibor László egyéni vállalkozó egyetemlegesen felelős. Az engedély nélküli raktárakban tárolt hulladéknak tehát a Szentzsír Kft. A tulajdonosa. Az elszállításra viszont a céget nem kötelezték. Sőt, a Bátony terenyei és a Sziget-Szentmiklósi üzemük működését újra engedélyezték a hatóságok. A Szentzsír Kft. Azonban Ikladon és más helyszíneken is szétszórta a szemetét. Az ikladi illegális raktárban továbbra is ott vannak a koreai feliratú zsákok, elrejtve a gumidarálékok között. A zsákok és dobozok oldalán az SDI Hungary, a Made in China és a Mitsubishi felirat is olvasható, egy zsákra pedig valaki ráírta, hogy abban fekete por található. A fekete por az akkufeldolgozás köztes terméke. Ebből egy külön eljárással értékes anyagok, lítium, nikkel, kobalt, réz és grafit vonhatók ki. De ahogy a Szentzsír, úgy a Samsung SDI felelősségét sem vizsgálják a veszélyes hulladék különböző magyarországi helyszíneken való elhelyezéséért.
A dél-koreai sajtó viszont tájékozottabbnak tűnik az ügyben. A The Elec hírportál videójában egy szakértő, aki a dél-koreai cégek magyarországi helyzetét elemzi, arról beszél, hogy a Samsung Gödi gyárának egyik munkatársát 2 év börtönbüntetésre ítélték a hulladék szabálytalan kezeléséért. Erről azonban a magyar hatóságok semmilyen hírt nem tettek közzé. Egy kormányhivatali határozat szerint a hátam mögött lévő Aszód településen is volt Karácsony Tibor Lászlónak telephelye. A határozat szerint viszont Aszódról már elszállították az akuhulladékot vissza a Szentzsír Bátony terenyei telephelyére. De azonosítatlan fekete porral teli zsákok felbukkantak a Nógrád megyei Mohora községben is, ahol Karácsony Tibor Lászlónak szintén voltak telephelyei. A hatóság tudott ezekről a helyszínekről, hiszen a Szentzsír Kft. Működését felfüggesztő határozatban leírták. A kormányhivatal 2023. július 18-án a mohorai ingatlanon nagy mennyiségű, jelölés nélküli karbonport talált. Aszóddal ellentétben viszont Mohorán 2023. júliusa óta, azaz szintén egy éve, ott dekkol háborítatlanul a veszélyes anyag. Mindezt Csárdi Antal LMP-s politikus derítette ki, aki egy bejelentés nyomán járt a mohorai helyszínen. A bejelentő mondta, hogy kétféle anyagot tudott azonosítani a telepen, különféle más típusú csomagolással rendelkező anyagokról van szó. Az egyik ilyen nagy, felülről nyitott big bagekben van, illetve voltak ilyen kartonba kiszerelt, egyébként a kartonon a veszélyjelző piktogramokkal rendelkező anyag, mind a kettőből kaptunk anyagot, és ezt juttattam el akkreditált laborba, aminek az eredménye azt mutatta, hogy nikkel, lítium, NMP és még néhány félfém van ebben a mintában, ami egyrészt súlyosan egészségkárosító, külön-külön is, együtt meg különösen, és jól lehetett látni, hogy a tárolásnak a szakszerűsége, hát a minimum elvárás sem biztosítja. A mohorai illegális raktárban egyértelmű jelek utalnak arra, hogy ott az akkumulátorgyártáshoz használt anyagokat tárolnak. Az egyik zsák feliratán a katód, a másikon az anód felirat van feltüntetve. Emellett itt is felbukkantak a tároláshoz használt fémhordók, amik jelenleg üresek. Lehetett látni, hogy ezen a telepen nincs tűzvédelem, nincsen villámhárító. A karbonpornak az a tulajdonsága, ami, hogyha száll a levegőben, az porrobbanást tud eredményezni egyrészt, másrészt pedig, ugye ha a villám, ne adja Isten, belecsap, akkor megint csak egy rendkívül veszélyes robbanás eredményez egy ilyen eset, de ennél azt gondolom, hogy sokkal nagyobb valószínűséggel bekövetkező tragédia, amennyiben a szél, mint hogy ezek egyébként nyitott tárolók, széthordja a környező mezőgazdasági területeket. Nagyon tanulságos volt a hatóságokkal való találkozás. Volt olyan megközelítés, ami alapján én nekem kialakult egy olyan személyes véleményem, hogy a hatóság összejátszik a vállalkozóval. Volt olyan megközelítés, és különböző emberekről beszélek a hatóságokon belül. Volt olyan megközelítés, ahol jól láthatóan, mint a forró krumplit dobálták egymásnak, a környezetvédelmi hatóság a katasztrófavédelemre mutogatott, a katasztrófavédelem pedig a környezetvédelmi hatóságra mutogatott, és igazándiból ez a hozzáállás, ez nagyon nagyban segíti aztokat a vállalkozókat, akik tisztességtelen módon próbálják a különböző szennyező anyagaikat szétszórni az országba. Amennyiben a jegyző kötelezi a vállalkozót, hogy onnan legyen elszállítva és megsemmisítve az összes anyag, ami oda föl lett halmozva, például Mohorán, és ezt a vállalkozó nem teljesíti, akkor ez végrehajtásba megy át, aminek a hatósága a NAV, és akkor kényszer elszállításnak kellene történnie, és kényszer megsemmisítésnek, de ennek a díját a hatóságnak, adott esetben a NAV-nak kellene előfinanszíroznia, ami például egy mohorai mennyiségű hulladéknál akár
két milliárd forint is lehet, de erre nekik nincs pénzük, és innentől kezdve mindenki felteszi elégedetten a kezét, mutogat a katasztrófavédelemre, ő át fog mutogatni a másik hatóságra, a harmadik, a negyedik az ötödikre, az ötödik meg vissza az elsőre vagy a másodikra, és itt vagyunk meglőve. Tehát kijelenthetjük, hogy a Szentgyil Kft. Akkuhulladékának illegális raktározását nem számolták fel a hatóságok. Sőt, asszisztáltak ahhoz, hogy a mérgező anyagokkal veszélyeztessék a lakosokat. Könnyen lehet, hogy az ön településén is elrejtettek hasonló veszélyes hulladékot. Ha valami gyanúsat tapasztal, kérjük, keresse bizalommal az Átlátszó szakújságíróit.